filmbe illő csatajelenetek, fegyverek és korhű ruhákba öltözött katonák a II. Világháborúból. Mindez 2015-ben a felvidéki Oroszkán, ahol minden évben megrendezik azt a hadi bemutatót, amelyben eljátsszák a II. Világháború Südwind, azaz déli szél névre keresztelt ütközetének egy-egy mozzanatát. ...1944. decemberétől 45. márciusáig az orosz offenzíva idején három hónapra megállt a front a Garammenti kisfaluban és környékén. Ez a terület akkor még Magyarországhoz tartozott, így a harcokból aktívan kivette a részét a Magyar Királyi Honvédség, abból is a legkiválóbbnak tartott Szent László hadosztály. Nagyon súlyos harcokat vívtak, itten hatalmas veszteségek voltak mind a két fél részéről. Azt lehet mondani, hogy idős emberek nekem úgy mesélték el, hogy vörös volt akkor a garamvize, rengeteg katona úszott le, volt egy idős barátom, aki annak idején őt kivezényelték többen magával a garamhoz, hogy próbálják meg ilyen csákjákkal kiúzni az ott lévő katonákat a garamból, úgyhogy. És én kérdeztem tőle, hogy körülbelül mennyi ember maradhatott ott, vagy mennyit vihetett el a víz, és ő csak annyit mondott ilyen könyvelábat szemekkel, hogy arra két nap nem lett volna elég, hogy ezt megszámolják. A hadi bemutató ötletgazdája és egyik szervezője Zsákovics László, aki nagyszüleitől sokszor hallott az itteni harcokról. Gyermekkorától szenvedélyesen gyűjti a fegyvereket és minden ehhez az időszakhoz kapcsolódó történelmi emléket. Időközben fegyverrestauráló képesítést szerzett, és gyűjteményéből 5 évvel ezelőtt katonai múzeumot hozott létre. Ezeknek a katonáknak próbáltam egy kis emléket állítani, meg ezeknek a 3 hónapos harcoknak, ezzel a hadi bemutatóval is, meg szintén ezzel a múzeummal is, amit létrehoztunk itten, és akkor ezt így folyamatosan próbáljuk fejleszteni, és tényleg embereknek elszükbe juttatni, hogy milyen is volt ez a háború, és meg kell próbálni úgy élni, hogy még egyszer ilyenre sor ne kerüljön úgy. A hadi bemutatón 200 hagyományőrző katona vett részt Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, de felvidéki és anyaországi magyar hagyományőrző csoportok is eljöttek. Egy-egy ilyen rendezvény, bemutató azért nagyon jó, ugyanis mi még találkozhattunk öregekkel, akik régi veteránokkal, akik megmesélhettek, de az utánunk jövő generáció már egyáltalán nem. Ők filmekből láthatják, tankönyvekből, regényekből olvashatják, de az nem ugyanaz. Egy könyvben az ember elképzeli. Itt viszont, ha hallja, megfoghatja, érzi, ha a detonáció megremegteti, ha érzi a lőpor füstjét, az arcába vágódó port, akkor mégiscsak testközeli teszi. A hanghatások, az, hogyha valaki elesik a földön, visszaviszik a sebesültet, sokkal emberi boldalát is megmutatja az egésznek. Sokan voltak kíváncsiak idén is a hadi bemutatóra, ahol látványból nem volt hiány. Harckocsik, légvédelmi ágyú, valósághű robbantások, a levegőből pedig repülőgépek segítették a földi hadműveletet. Látványelemek, az, hogy az embereket kicsit úgy közelebb, jobban bemutatja azt, hogy is nézett ki ez a háború, hogy ez jó volt, nem volt jó, kicsivel lehet, hogy másképp élik át, mint hogy megnéznek valami buta amerikai filmet. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Ahogy jöttek a harckocsik, egymást kilőtték, szenzációs volt. Nem csak a nézőknek, a hagyományőrző katonáknak is életre szóló élményt jelentett a közel másfél óráig tartó ütközet. Ez volt az első hadijátékom, és hihetetlen nagy élmény volt számomra. Ugye vár itt olyan dolgokat átélni, amit valószínűleg a háborúban is átéltek, egyszerűen félelmetes is egyben, és egyszerűen egy hihetetlen érzés, hogy ezt azért átélhetem, hogy ugyebár légvédelmi ágyút kezeltem, és az egyik ősöm is egy hasonló ágyút kezelt a háborúban, és tényleg számomra ez egy hihetetlen élmény volt. 70 évvel ezelőtti történelmi pillanat. Kevesen élnek, akik személyesen átélték és mesélni tudnának. Az oroszkai hadi bemutató azonban minden évben emlékeztet bennünket azokra a magyar hősökre, akik vérüket adták hazájukért.